Pörögnek a lábak és pörög a turmixgépben készülő gyümölcslé is. A vállalkozó kedvűek egy speciális kerékpár segítségével készítették el a frissítőt, de különböző játékok és szimulátorok is várták a 10. Bringa-fesztiválra látogatókat. A legnépszerűbb az a készülék volt, amely hullámvasutak és csúszdák élményét kínálta egy VR szemüveg segítségével. Az egész gép rángatózik, ugye a látvány az teljesen meg is tud benne fordulni az ember, végig van szimulálva a szemüvegben a látvány, és akkor így olyan érzés, mint hogyha lecsúsznának egy csúszdán, végigmennének egy ilyen nagyon durva hullámvasutas pályán, ami még meg is fordul, de teljesen olyan élményt nyújt. A szervezők szerint fontos, hogy mindenki figyelmét felhívják a biztonságos közlekedés fontosságára. Két cél van a rendezvénynek, az egyik az, hogy megmutassuk, hogy közlekedni nem csak szükséges, hanem közlekedni jó dolog is, ebben nagyon sok örömöt lehet találni, főleg, hogyha kerékpárral közlekedik az ember, és ennek biztonságosnak is kell lennie. A másik célunk pedig az, hogy adjunk egy olyan programot a városnak és a város lakóknak, amilyen nagyon kellemes szombat délelőtt, szombat délután jelent mindenkinek. Nyíregyháza polgármester elmondta, hogy a 2 év kihagyás után 10. alkalommal megrendezett Bringa-fesztivál már beépült a megyeszékhely lakóinak életébe. Találkozik és találkozott a városvezetés elképzelésével, egyrészt, hogy az egészséges életmódot vigyük be és terjesszük, népszerűsítsük a nyíregyháziak közt, másrészt a biztonságos közlekedést, harmadrészt pedig a környezetük védelmét. Na most ebbe a Bringa-fesztiválban minden benne van, az egészséges életmódért csinált az önkormányzat nagyon sok szabadidőkondiparkot, ovikba sportpályát, rekordtán futópályákat és 80 kilométeres kerékpárút hálózatot. A biztonság pedig, hát ugye az megint a kerékpárutakat is jelenti, és az okos zebrákat és nagyon sok minden más, és ezzel tudjuk védeni a környezetünket, mi magunkat, a városunk levegőjének a tisztaságát, és tudunk mozogni, ami nagyon-nagyon fontos. Nyíregyháza ezen a hétvégén sem maradt kerékpáros rendezvény nélkül, pénteken és szombaton ugyanis a Continental Arena ad otthont a Teremkerékpáros Európa-bajnokságnak.